1978-ban Rex Mahon csupán álmokra és kemény munkára alapozta a Forever Living-et. Az azóta eltelt évek alatt azonban mégis világméretű vállalattá nőtte ki magát. Növekedése pedig megállíthatatlan, amelyet nagyszerű termékforgalmazóink munkájának köszönhetünk. Ahhoz pedig, hogy lépést tarthassunk, a termékforgalmazóink által végzett hihetetlen munkával vállalatunknak is folyamatosan fejlődnie kell. Sokan, akik jártak már a Dominikai Köztársaságbeli ültetvényeinken, úgy gondolják, hogy ennél szebb hely nincs is a világon. A fotók nem tudják elénk tárni végtelenségüket, azt az aloe vera tengert, amelyhez foghatót máshol nem lehet találni a Földön. A termőföld gondos előkészítésének, művelésének és a minden egyes hektáron történő biogazdálkodásnak köszönhetően csak tiszta és a legmagasabb minőségű aloe vera gélt állítjuk elő. Szüntelen növekedésünk eredményeként 2009-ben 324 hektárnyi új aloe mezőt telepítettünk az egyik helyi ültetvényen, és ezt újabb 405 hektárnyi területtel növeltük 2010-ben. A változások hatására, melyek jelenleg is folyamatban vannak, aloe vera levél feldolgozási kapacitásunkat megduplázhatjuk 2011 végére. 1,4 millió kilogramm aloe vera levél betakarítására és feldolgozására leszünk képesek hetente, csupán csak a dominikai ültetvényünkön egyedül. Növekedésünk a Rio Grande völgybeli Forever aloe ültetvények kiterjesztését is megkövetelte. Új, innovatív gépeket és feldolgozási technikákat alkalmazunk az Aloe Vera of America Missioni telephelyén, annak érdekében, hogy növeljük termelési kapacitásunkat. Mezőgazdasági területeinken világszerte 2 millió kilogramm aloe vera levelet takarítunk be hetente. 2010 végére feldolgozási kapacitásunk eléri majd a 102 millió kilogramm levelet. Elmondhatjuk tehát, hogy a Forever a világ kereskedelmi célú aloe vera termesztésének 60%-át adja. A Forever nem csupán az üzletről szól, hanem legalább annyira a közösségről és a viszonzásról is. Dominikai ültetvényünk területének növekedésével egy új város született, El Pocito. Ez a városka valaha mindössze néhány kunyhóból állt, ma azonban egy virágzó és aktív közösség, amelynek általános iskoláját a Forever tartja fenn. Az itteni emberek pedig áldozatos munkájukkal köszönik meg támogatásunkat. Vállalatunk a Forever Living Products egy nagyszerű ember, Rex Mahon látomásának eredménye. 2010. április 21-én nyitottuk meg a Forever Nutraceutical-t, Rex víziójának egy újabb termékét. Ez a létesítmény az új zászlós hajó a Forever World Operations számára. Egy jelzőfény, amely a Forever-t a jövőbe vezeti, a legújabb technológiákkal és olyan új, innovatív táplálékkiegészítők megalkotásával, melyekhez foghatót nem találni máshol a Földön. A Forever Nutraceutical-t minden szempontból egyedi elképzelések alapján terveztük. Gyógyszerészeti tisztaságú technológiát és gyártási körülményeket alkalmazva teremtettük meg az ideális gyártási közeget, megfelelve a szigorú előírásoknak. Az antimikrobiális padlóktól, fal és mennyezeti burkolástól a gyártási részlegek légzsilipes szegregációjáig semmire nem kiméltük anyagi forrásainkat. Ideértve világszínvonalú munkatársainkat is, akik szaktudásukkal és kiemelkedő szakmai tapasztalattal járulnak hozzá a Forever Nutraceutical sikeréhez. Az új gyártóegységek és fejlesztő laborok Steve Hatchett és Jasmine Akenazir irányítása alatt működnek. Steve a Nutraceutical ügyvezető igazgatója, egy multinacionális étrendkiegészítőket gyártó cég korábbi vezérigazgatója volt. Jasmine pedig a kutatási fejlesztési és minőségi területek igazgatója. Kettejüket is beleértve, a ma a Nutraceutical dolgozói állományába tartozó kutatók és fejlesztők nevéhez fűződik az utóbbi 20 év több mint 15 ezer új étrendkiegészítő termékének kifejlesztése és piaci bevezetése, amelyek közül még ma is sok forgalomban van az Egyesült Államokban. Közös munkájuk eredményeként pedig megszületett egyik új termékünk, az RG Plus. Azonban a jövőben a Nutraceuticalnál is további fejlesztéseket tervezünk, a legújabb folyamata automatizált gyártóberendezéseket készülünk telepíteni, hogy a Forever Living termékforgalmazóit a legegyedülállóbb és legmagasabb minőségű étrendkiegészítő termékekkel láthassuk el továbbra is, a folyamatosan növekvő nagy keresletet kiszolgálva. Az összes mezőgazdasági tevékenységünkből származó aloe levél az Aloe Vera of Amerikához kerül, a texasi Dallasba, ahol a világ legjobb minőségű aloe vera termékeit állítjuk elő belőlük. Mivel a folyamatos fejlődés mellett köteleztük el magunkat, 2006 óta 25 millió dollárt fektettünk be az AVA tevékenységeibe. Kezdve azzal az új 25.547,5 négyzetméter területű létesítménnyel, melyet 2006 májusában nyitottunk meg. Az azóta eltelt idő alatt új egyedi nyilvántartási rendszert vezettünk be, mely vonalkódok alapján ellenőriz minden leltári tranzakciót, a fogadástól a feldolgozásig, az értékesítéstől a szállításig.
Új és innovatív technikákkal javítottuk aloe vera alapú termékeink minőségét. A töltősorok automatizálása pedig lényegesen növelte termelési kapacitásunkat. A dallasi gyártóegység az elmúlt 4 évben megduplázta termelését. ISO 9000 minőség irányítási rendszerünk biztosítja, hogy minőségi fejlődésünk folyamatos legyen. Bevezettük az ISO 14001 környezetvédelmi irányítási rendszert is, mellyel a termelés környezetre gyakorolt hatását tudjuk csökkenteni. E rendszer alkalmazásával szilárd hulladék termelésünket 13,6 millió kilogrammal, a szén-dioxid kibocsátásunkat pedig drasztikusan csökkentettük 2006 óta. Idén tovább folytattuk az ez irányú fejlesztéseket. A folyékony szappan, a sampon, az Aloe First és a Bath Gel gyártásánál új automatizáció fogja javítani a termelési kapacitást és a minőség ellenőrzést. A 2010-es év végére összesen 30 millió liter aloe alapú terméket fogunk előállítani. Ezeket a termékeket idén több mint 4200 konténerhajó szállítja Dallasból a világ minden pontjára, hogy eljuttathassuk őket a termékforgalmazóinkhoz. Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően növekedtünk, de a megnövelt hatékonyság és termelési, valamint gyártási kapacitás még önmagában nem lett volna elég. Ahhoz, hogy valójában fenntartsuk növekedésünket, fejlesztenünk kellett logisztikai ellátóláncunkon is. Ennek érdekében az európai kontinens kiszolgálására megnyitottuk vadonatúj logisztikai központunkat, a Forever Direct-et Hollandiában. A Forever Direct jelenléte lehetővé teszi nagy raktárkészlet fenntartását Európában, a világ egyik legfontosabb kikötőjében, Rotterdamban. Innen a termékeket nagymértékben lecsökkent átfutási idő alatt tudjuk elosztani egész Európában. Ez azt jelenti, hogy európai termékforgalmazóinkat folyamatosan és megbízhatóan láthatjuk el a lehető legfrissebb termékekkel. Jelenleg 55 országot szolgál ki a Forever Direct, köztük számos észak-afrikai leányvállalatunkat is. Ez az üzleti stratégia annyira sikeresnek bizonyult, hogy egy olyan új létesítmény létrehozásán dolgozunk, ahonnan a termékeket közvetlenül a termékforgalmazóink küszöbére szállíthatjuk, egyenesen az elosztóközpontból. 2010. június 21-től már el is kezdtük ezt a módszert alkalmazni a Benelux államokban. És nem fogunk itt megállni. A következő években még több termékelosztó központot tervezünk nyitni a világ számos pontján.